harmadik éve, amióta az európai parlamenti képviselői mandátumot gyakorlom, a brüsszeli gyakornoki programot a Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezetével együtt próbáltam megszervezni. Ez úgy működött, hogy a szakmai feltételek, a nyelvtudási feltételek mellett elvártam azt, és elvárom azt, hogy a nálam jelentkező fiatal, aki gyakornok szeretne lenni Brüsszelben, az egy Magyar Ifjúsági Értekezlet tagszervezet ajánlásával rendelkezzen. Azt hiszem, hogy ez a közösségi kötődöttséget bizonyítja, és azt hiszem, nagyon fontos az, hogy olyan fiatal emberekkel vagy fiatalokkal tudjak együtt dolgozni 5 hétre, akik majd a tudásukat, tapasztalatokat itthon, a szülőföldön, Erdélyben fogják hasznosítani, és ehhez látok garanciát a közösségi kötődöttségben. Az idén egy lépéssel tovább mentünk, és 2012-re 5 helyre olyan versenyt hirdettem meg, amelyet maga a miért fog lebonyolítani, tehát a pályázati procedúrák és a pályázat maga valószínűleg, hogy szeptember hónapban a Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezetein belül fog megtörténni. Én csak az 5 győztesnek, az 5 nyertesnek a nevét fogom átvenni, illetve az életrajzukat, és ezzel az 5 személlyel jövő év folyamán gyakornoki programban fogok együttműködni. Ez egyfajta kizárólagosságot biztosít a miértnek, és ha valaki más szervezet tagja esetleg, vagy ez a képviselőknek szabad keze van abban, hogy hogyan válogatják meg ezeket a gyakornokokat? Minden európai parlamenti képviselő saját maga elképzelése szerint tudja felépíteni ezt a programot. Én azt hiszem, hogy a parlamenti mandátumom az egy LMDS mandátum, ezért természetesnek tartom azt, hogy magával az LMDS-szel működjek. Itthon ennek vagyok a tagja Erdélyben, sőt, területi szervezetnek az elnöke is vagyok, illetve akkor, amikor ifjúsági együttműködésről beszélünk, akkor az LMDS-szel együttműködő ifjúsági szervezetekkel legyek kapcsolatban, és ez nyilván, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezletnek a tagszervezeteit jelöli meg.